Köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében, gyülekezetet, lelki testvéreket és mindenkit szeretettel köszöntök az Úr Jézus Krisztus nevében. 5 éve már, hogy az Úr könyörült rajtam, és szeretnék egy rövid bizonságot tenni arról, hogy Istennek milyen csodálatos a kegyelme, az üdvözítő kegyelme, ami megjelent minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadjuk a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Sokszor volt az életemben, hogy megtapasztaltam az Istennek szabadítását, szabadításának örömét, de nap mint nap vágyok rá, ismét, mert minden nap, minden pillanatban szükségem van az Istennek szabadítására. Volt sok dolog az életemben, mint ember, hogy vannak dolgok, hogy mi emberek meg tudunk tenni dolgokat, elhagyni dolgokat, megszabadulni dolgoktól, de valójában a bűntől való szabadulástól azt nem tud megszabadítani senki, egyedül az Isten. Ezért rendelte el a bűn kérdését az Úr Jézus Krisztusban a Golgotai kereszten, az ő vére által, hogy bűnbocsánatot nyerünk, hogy mi, mint teremtmények, megbékünk a mi teremtőnkkel, a mindenható Istennel. És ez nem lehetséges, csak az Úr Jézus Krisztusban. És tiszta szívemből azt kérem az Istentől, hogy bár mindenki megtapasztalja az Isten kegyelmét. Vannak dolgok az életünkben, hogy félünk dolgoktól, betegségektől, de aki az Úrra bízza magát, aki az Úr kezébe teszi le az életét, az, ha beteg, az Úr kezében biztonságban van. Ha egészséges, az Úr kezében biztonságban van. Ha gazdag, az Úr kezében biztonságban van. Ha szegény, az Úr kezében biztonságban van. Ha közösségben vagy az Úrral, és átadod az életedet az Istennek, ahogy átadom az életemet az Istennek, hiszem, hogy nap mint nap közelebb kerülünk az Úrhoz, és megtapasztalhassuk az ő kegyelmét, az ő szabadításának örömét mindnyájan. De mindennek előtt még fel nem ismertem azt, hogy bűnös állapotban vagyok, egy bűnös ember vagyok, és szükségem van az Úr Jézus Krisztusra. Én se tapasztaltam ezeket, én se tudtam megtapasztalni, mint bűnös ember. Egy természetem volt, az után vettem magam egy bűnös természet. De miután találkoztam Krisztussal, és megtapasztaltam az ő jelenlétét, az ő szeretetét, az ő kegyelmét, kaptam egy új természetet. Én már nem egy természetem van, hanem kettő. Van a bűnös természetem, és az a természetem, amit kaptam Krisztustól. És nap mint nap fel kell ismerjem be magamban azt, hogy mi a bűn, és mit kell Krisztus elé hozzak, mit kell Krisztus előtt letennem, de mindenek előtt fel kell ismerjem a bűnömet, és meg kell valljam a bűnömet, meg kell bánjam a bűnömet, és el kell hagyjam a bűnömet. Tiszta szívemből kívánom mindenkinek, hogy az Úr legyen segítségünkre, mert azt hiszem, hogy most minden embernek nap mint nap nagyobb-nagyobb szüksége van Krisztusnak szeretetére, kegyelmére, és hogy bízunk ő benne, mert ő az egyetlen, aki szabaddá tud tenni minket, és üdvösséget tud adni. Szeretném ezzel egy énekkel dicsérni az Urat, az Úr dicsőségére, és fogadjátok szeretettel, és az Úr szóljon mindenkihez. Amen. Oh,
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kajci testvér hívott fel a napokban, és ő kért meg, hogy készüljek egy üzenettel a testvérek számára. Ha őszint akarok lenni, megmondom, hogy kettős érzés volt benne. Először is örültem a felkérésnek, másról meg azt érzem, hogy fú, alkalmas vagyok én erre. Ánszor Kajci testvér eljön hozzánk szolgálni a magyar gyülekezetbe, vagy akár az ifjúságba. Mindig faljuk, isszuk a szavait, és leköt bennünket. Hát nem hiszem, hogy ugyanezt az élményt így visszatudom adni a testvéreknek. Mégis köszönöm a lehetőséget, és azért csak megpróbálkozok, hogy hát ha az, amit felolvasok meg, amiről majd fogok beszélni, az szolgál üzenetül a kedves hallgatók számára, a kedves testvérek számára. Nekem nagyon jó volt hallani Kajci testvért, örülök, hogy jobban van, örülök, hogy lelkileg nagyon jól élni meg ezt a dolgot. Napi szinten imádkozunk a családommal, Kajci testvérért és a családjáért, és remélem az, hogy fogunk a kedves gyülekezetért is egyre többen, meg egyre jobban imádkozni. És Isten segítsen meg bennünket. Az a textus, amit szeretném ma kikeresni a Bibliában, az a Márk evangéliumában található, a negyedik részben. Egy ismert történet, Márk evangélium a negyedik részéből olvasom, a 35. verstől egészen a rész végéig, a 41. versig. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk Jézus. Menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátotta a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgy, hogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Amen. Imádkozzunk. Drága Uram, ismerem azt a történetet, de érzem, hogy megint felfrissíted, és olyan jó ezeket a tanulságokat megérteni. Segíts, hogy valóban ráthagyatkozzunk az élet viharaiban. Add Uram, hogy ne csak elmondjam ezeket a szavakat a következő percekben, hanem valóban maximálisan megéljem. És köszönöm azt, Uram, hogy számtalan viharban velem és velünk voltál, és megtapasztaltuk azt, hogy Te vagy az Isten, aki mindenek felett uralkodsz. Ha most vannak viharok az életünkben, kérünk, hogy hadd tapasztaljuk ezt meg most is, és ha egy kicsit később cselekszel, vagy úgy tűnik, hogy alszol, akkor is benned bízunk, mert tudjuk az előző viharokból, hogy Te mindenek felett Úr és Király vagy. Amen. Egyszer egy öntelt földműves dicsekedett a hitetlenségével, és azt mondta, hogy ő bebizonyítja azt, és úgy is élt az egész életét, hogy hitetlen ember is tud boldogulni ebben az életben, és egyáltalán nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy ebben az életben boldoguljunk. És azt tette ez a hitetlen földműves, hogy egy levelet írt a helyi újságnak, és megírta, hogy Uraim, kísérletet hajtottam végre, vasárnap szántottam a földem, vasárnap vetettem be, mindig vasárnap kapáltam és szedtem a gyümölcsöt, vasárnap hittem haza a termést, nekem nem jelentett semmit ez a nap, nem mentem templomba. Most pedig nagyobb az átlag termése, mint bármelyik szomszédé október végén. Elküldte ezt a levelet, és azt gondolta, hogy mindezért a szerkesztőségtől, az újságtól igen nagy, dicséretes levelet fog kapni, és egy ilyen levelet fog viszont olvasni. De érdekes módon a következő válasz jött. A levélben a következő rövid sorok szerepeltek. Isten nem mindig októberben egyenlíti ki a számlát. Valóban igaz ez a történet olyan szempontból, hogy ebben az életben Isten nélkül is lehet boldogulni. Úgy, ahogy. Habár ezt is meg tudnám kérdőjelezni, hogy vajon hogy lehet-e teljesen boldogulni ebben az életben Isten nélkül, de most nem ez a tematikánk. Tehát, hogy gazdaságilag, anyagilag teszek-veszek dolgokban, lehet boldogulni Isten nélkül. De ebben az életben nem lehet választani az Istent úgy, hogy a mennybe jussak. Vagyis azt akarom ezzel mondani, hogy lehet, hogy ebben az életben boldogulok, de a mennybe jutni
nem tudok Isten nélkül. Isten nélkül boldogoltok ebben az életben, de az öröki valóságban nem fogok boldogulni Isten nélkül. Sőt, ebben az életben kell én elfogadnom, vagy visszautasítanom az Istent. Ezért szól az ige. Ezért járunk imaházba, ezért hallgatjuk az ige hirdetéseket, hogy mi Isten hívásának egyre inkább engedjünk, és hogy telnek velünk az égiek, egyre inkább tereljen bennünket az ő országa felé. Ez a történet, amit felolvastam, nagyon ismert történet, amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy menjünk át a túlsó partra a hajóval, és egy nagy-nagy viharba keverednek. Ő alszik, úgy tűnik, hogy pihen. Pihent is. Tanítványok meg kétségbe esnek, hogy hú, mindjárt elborít bennünket a tengernek a hulláma, mindjárt oda veszünk a viharba, mi lesz velünk, és felébresztik Jézust. Jézus, mikor felébred, nagyon érdekes mondani, első lépésként lecsendesíti a zavaró tényezőket, lecsendesíti a vihart, aztán pedig megnyugtatja a tanítványokat is. Talán ismert a helyzet, amiben voltak a tanítványok, hogy hol az Isten, mit tesz az Isten. Szokták, illetve szoktuk mondani azt, hogy az élet küzdelem és kész téboly. Lehet amiatt, hogy valamilyen nehézségben van részünk, lehet van egy folyatékos gyerekünk, vagy egészségügyi problémákkal küzdünk, vagy lemondták a fizetésünket, vagy elveszítettük a munkát, vagy nem kapunk munkát, vagy van egy hitetlen rokonunk, férjünk, házastársunk, gyerekünk, aki folyamatos fejtörés, szenvedés, nehézséget okoz az életünkben. Vagy gyászban van részünk, hogy sorolhatnánk az élet adta különböző viharokat, amelyekbe belekerülhetünk, vagy amelyekbe benne vagyunk, vagy amelyek tarthatnak rövidebb, vagy hosszabb ideig. Ki kell mondanunk, hogy ez a való világ, és ez az élet nem ideális, hogy ebben az életben vannak viharok, és ezzel nem feketére akarom festeni az életünk egész testvérek, ne lehetessenek félreérteni, de ki kell mondanunk, hogy van nehézség. De milyen jó az, hogy van kinek kijönteni, kimondani mindezt, és kérni a segítséget. Én szoktam azt mondani a fiataloknak, tetszenek ismerni, vagy a fiatalok lehet tudják a roma gyülekezetből is, hogy nem tudhatjuk, hogy milyen nehézségeket fog megengedni Isten az életünk, vagy milyen nehézségek jönnek, amelyekbe mi keveredünk bele a mi hibáink miatt. Most ilyen szempontból mindegy, hogy hogyan oldódik a nehézség, de egy valami tudhatunk, hogy nincs az a nehézség, nincs az a vihar, ahonnan ne kiálthatnánk, ne kapaszkodhatnánk Istenben. Joseph Scriven, aki a mennyasszonyát veszítette el, írja a következőket, tetszenek biztos ismerni ezt az éneket. Ó, mi hűbarátunk Jézus, hordja bűnünk bánatunk, mi dicsőség, hogy nevében Istenhez fordulhatunk, mennyi békét elveszítünk, sírve hordjuk bánatunk, és mind azért, mert hő imában hozzá nem járulunk. Ére próba vagy kísértés, háborúság zaklaté, elne csüggedjen miatta, vidd imában ő elé. Volt-e már így hűbarátod, gondod így fölveszi, látja minden gyöngeséget, tárd ki bátran ő neki. Nyomj el bú, gyönge vállat, földi bánat terheli. Drága megváltod az orvos, vidd imában ő elé. Megvet, elhagy, kit szerettél, vidd imában ő elé. S ő két karja közt ölelve visz a békesség felé. Minden élethelyzetet, minden nehézséget, de minden örömöt is vigyünk Isten elé, és tegyük az ő ölébe. És meg fogjuk azt tapasztalni, hogy Jézus Krisztus mondta, hogy az én ígám is könnyű, hogy nem egyedül kell hordjuk a terhet, hogy bízzuk rá, vigyük az ő nyomorúságunkat hozzá, és ő hordani fogja mi nehézségeinket. Azt mondja Jézus Krisztus az első versben, amit felolvastam, hogy menjünk át a túlsó partra. Menjünk át a túlsó partra. Jézus tudta, hogy át fognak menni a túlsó partra. Nem okozott neki meglepetést ez az életvihar. Lehet nekünk az életünk viharai, nehézségei meglepetést okoznak is. Derültékből villámcsapásként is érkezhetnek ezek a dolgok. De Isten nem lepik meg azok a dolgok, azok a nehézségek, amelyek velünk történnek. Egyszer csak már szélvihar támad, ahogy már említettem, a hullámok kezdenek becsapni a hajóba, baj van, veszedelem van, legalábbis úgy tűnik, és ráadásul alszik a mester. Baj van, veszedelem van, és ráadásul alszik a mester. Tényleg baj van? Tényleg veszedelem? Tényleg nehézség? Tényleg sötétség? Tényleg vihar? Lehet. De a hajó egyik oldalában ott van az Isten. És a hajó egyik oldalában ott van az Isten, én úgy gondolom, akkor nincs baj, nincs veszedelem. Nincs olyan tényező dolog, ami történhet velünk, ami megkerülni a mi Istenünket, ami fölött a mi Istenünk ne lenne Úr és Király. Vagy hogyan alszik az Isten? Hogyan alszik Jézus Krisztus? Önfeledten? Gondtalanul? Úgy gondolom, hogy nem. Úgy alszik, mint a természet erőinek az ura. És ezt meglátjuk a következőben, amikor felébresztik. Vihar támad a tengeren, és Jézus a hajóban alszik.
Mit tetszene gondolni, vagy mit gondolunk? Hogy a természet erői, azok legyőzik a Teremtő Istent, azok legyőzik Jézus Krisztus. Á, dehogy. Én meg vagyok győződ afelől, hogy a tanítványok, amit mondtak, azt úgy is érezték. Azt mondták, Mester, elveszünk, mi leszünk, oda leszünk a tengerbe. Így is érezték magukat. És mi ebből a tanulság? Az, hogy lehetnek olyan életviharok, olyan nehézségek az életünk, amikor úgy érezzük, hogy elveszünk. Úgy érezzük, hogy nem bírunk tovább, úgy érezzük, hogy ezek a kísértések, ezek a próbák, ezek eltemetnek bennünket magukkal. De el kell ezt mondanunk. És tudnunk kell azt, hogy lehet, hogy így érezzük, de ha velünk van a Mester, akkor független attól, hogy mit érzünk, az életviharokon át tud segíteni. Független attól, hogy hogyan tapasztaljuk ezeket a nehézségeket, mit érzünk, ha ő velünk van, nincs veszedelem, nincs baj, nincs elveszve, semmi. A 38. vers azt mondja, ő a hajó rácsó részében volt, és a vánkosan alatt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Volt egy bátor tanítvány, aki kimerte úgy mondani az érzését, nem csak így egymásnak. Mi nagyon sokszor egymásnak panaszkodunk, ez a fájdalom, ez a nehézség, ez a kísértés, ilyen kilátástalan helyzetért. De olyan hányan vagyunk készségesek, hogy elmondjuk ezt Istennek, hogy Uram, nekem most ez fáj, most ez nyomaszt, most ez a próba van az életemben, most ez kísért. Merjük elmondani mindig Istennek a mi nehézségeinket, a mi fájdalmainkat, a mi életkihívásainkat. És ő elmondja ez a tanítvány, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? És nagyon érdekes Jézus Krisztusnak a reakciója a 39. versben, ő felkel, lecsendesíti a vihart, ráparancsol a szélre, azt mondja egy Márk evangélista, tehát megnyugtatja a körülményeket, és aztán elkezd inni és dorgálni. És dorgál tanítványokat, hogy miért féltek? Ennyire nincs hitetek? Hát ha én itt vagyok a hajóban, gondoljátok, hogy egy kis szélvihar kifog rajtam. Drága testvérek, Istenen semmi nem fog ki. Rajtunk nagyon sok mindenki fog. De mi Istenünkön, akihez tartozunk, aki fiává és lányával fogadott bennünket Jézus Krisztus áldozatán keresztül, hogy meghalt és feltámadt értünk, semmi, de semmi és senki nem foghat ki az Istenen. Ki ez? Ki ez? Kérdezik a tanítványok. Isten. Végig békés Jézus Krisztus. Még akkor is, amikor felébreszik és látja a kétségbe esett tanítványokat. Isten nem esik kétségbe. Jézus Krisztus nem esik kétségbe. Drága testvérem, hadd kérdezzem így a képernyőn keresztül, hogy milyen viharnak a lecsendesedését várod? Milyen viharnak? Sokan várjuk talán ennek a viharnak a lecsendesedését, ami Kajce testvért érte és az ő kedves családját. Hála Istennek már jobban van. És én most, hogy beszéltem vele a hét, én azt láttam, hogy nem vihar van körülött, hogy nagyon boldog, énekelt nekem egy éneket. Tehát testvérek, fel voltam villanyozó Kajce testvér szavaitól. Azon túl, hogy meg kell prédikálni, olyan jól esett vele beszélgetni, és érzem azt a szavaiból, érzem azt a lelkületéből, hogy a viharban ott van vele az Isten, sőt, azt látom, hogy egyre inkább csendesíti lefelé a vihart. Imádkozunk továbbra is a mi testvérünkért, hogy őt is gyógyítsa meg teljesen Isten, és hozza vissza a köreinkbe. Illetve legyünk ilyen lelkületünk, hogyha vihar ér bennünket, akkor az Istenbe kapaszkodjuk. Ki gondolta volna, drága testvérek, hogy Kajsz testvér elkapja a koronavírust? Én nem gondoltam, megmondom őszintén. Nekem ez derült égő villámcsapás volt. Szerintem Kajsz testvér se gondolta. És benne van a viharban, de mivel ott van vele a teremtője, nem egyedül van a viharban, derűs, felszabadult, nyugodt, mert tudja, hogy kinek a kezére bízta az ő életét. Legyünk mi is ilyenek az életviharokban. Sőt, szolgáljon például a mi lelkipásztorunknak a nehézsége. Élet például, hogy ő kapaszkodott Istenbe és megtapasztalta Istennek a megnyugtató erejét, Istennek a gyógyítását, Istennek a segítségét. Folyam mondjuk mi is, a mi teremtő Istenünk az, aki ott van az életünk hajójában. Milyen viharnak a lecsendesedését várod Istentől? Csak akkor várhatod igazán ennek a viharnak a lecsendesedését, ha ott van Jézus Krisztus az életed hajójában. Isten azt tesz a természet erejével, amit akar. A viharnak parancsol, a szélnek parancsol. A természet elemei feletti uralmáról soha nem szabad megfeledkeznünk. Minden felett Úr Jézus Krisztus. Szavára tessenek megfigyelni, a földet beborítja a hó, zuzmarával szórja tele a földet, vagy jégesőt ad, aztán az egészet elolvasztja. Azt tesz, amit akar az évszakokkal, azt tesz, amit akar a természet erejével. És lehet, hogy így van, vagy így lehet az ember életében is. A sötét, hideg időszakokat, meleg és újjáéledéssel teli időszak követheti. A sötétséget, világosság, a hidegséget, forróság. Isten úgy változtatja a körülményeket, ahogyan ezt ő akar, és szuverén
akaratával ez egyezik. Milyen alapelvek vonhatók le mindebből, amit itt olvastunk ebből a szakaszból, az élet különböző viharairól, amelyek érhetnek bennünket, vagy amelyekben vagyunk? Milyen tanúságokat vonhatunk le, kedves testvérek? Az egyik. Minden tanítvány, aki Jézus Krisztushoz tartozik, akinek az élete hajójában ott van Jézus Krisztus, előbb-utóbb találkozni fog viharral. Előbb-utóbb találkozni fog viharral. Megkérdezhetnénk, hogy miért? Csak egy dolgot mondok. Az egyik dolog, azért kell találkozz viharral, hogy kitűnjék rólad az ország és világ előtt, láthatatlan és látható tanúk előtt, még az ördög előtt is, hogy te Jézus Krisztushoz akkor is hűséges vagy, ha a fogad fáj, akkor is hűséges vagy, hogyha a hitetlen rokonod megvet, akkor is hűséges vagy, hogyha elveszíted a munkádat, akkor is hűséges vagy, ha betegségben van részed, és még sorolhatnánk a különböző viharokat. Minden tanítvány előbb-utóbb találkozik a viharokkal. Időnként úgy is tűnhet, hogy elborítnak bennünket a hullámok, elborítnak a viharok. Ha Jézus ott van, nem merülhet el a hajó. Drága testvérek, a tanítványok úgy érezték, hogy oda fognak veszni, úgy érezték, hogy el fog merülni a hajó. Elmerült a hajó? Nem merült el a hajó. Ez nekünk is egy óriási tanúság. Ha Jézus Krisztus ott van az életünk hajójában, nem merülhet el a hajó. Ott van-e az életünk hajóján? Ott van az életed hajóján Jézus Krisztus? Kibékültél a Teremtő Istennel, aki azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyáján, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve, és én nyugodalmat adok nekik. Próbáld ki ezt az igét, drága testvérem, téged hív a Kreátor. Engedd be életed hajójába, és azt szokott tapasztalni, az életviharok nem is olyan nagyok, ha nincs ott. És elismerem, drága testvérek, azt, hogy az az ember, akinek az életében nincs ott Jézus Krisztus, tényleg nagyobbak neki a viharok, és tényleg úgy érzi, hogy ellepik őt a viharok, és meg fog halni, el fog pusztulni ezekben a dolgokban. Jézus a viharban először megszólít, és aztán cselekszik. Én vagyok. Vagyis ő is ott van. Van egy másik történet, amikor Jézus tetszenek tudni a viharban, közelít a hajó felé. És akkor kérdezi, ki az a kísértet? Péter lesz az első reakcionista, aki ki is megy a vízen Jézus Krisztushoz. És ebben a történetben, ez egy másik hely van megírva az evangéliumban, először Jézus Krisztus megnyugtatta a tanítványokat, azt mondja, hogy én vagyok, először kijelent, hogy én vagyok, és aztán pedig cselekszik. Vagyis ez a vagyok, aki vagyok van ott életünk hajójában, ő létezik, nem kell félni, és cselekszik. Az más kérdés, hogy nem úgy cselekszik, ahogy mi elvárnánk, vagy nem olyan időrendben cselekszik, ahogy mi elvárnánk. Ne feledjük, drága testvérek, ami a Teremtő Istennel kivékültük, és elmondtuk azt, hogy Úr Jézus, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy a bűneimet elvetted, hogy megtisztítottál ez a bűneimtől. Kérlek, legyek ott a te országod bármi áron. Ettől a perctől kezdve Isten nagyon komolyan vette ezt az imánkat, és ő minden megmozgat annak érdekében, hogy bevigyen bennünket az ő országába. Neki nem csak az a fontos, hogy itt pillanatnyilag jól érezzük magunkat. Sokkal, de sokkal fontosabb, hogy az örökké valóságban jól érezzük magunkat, és ott legyünk Jézus Krisztussal, ami teremtőnkkel, gondviselőnkkel, megváltunkkal is, ítélő Istenünkkel. Nem sodródhatsz olyan viharba, kedves testvérem, ami ne háborgatta volna először az ő csónakját is, Jézus Krisztus csónakját. Nincs az élethelyzet, ahonnan nem fedezheted fel Immanuelnek, velünk az Istennek a nyomait, ahonnan ne kapaszkodhatná belé, ne kiálltatná neki. Feltettem a kérdést, úgy gondolom itt az ige hirdetés végén, hogy vajon elkerülhetik-e a viharok a hívő ember életét? Én úgy gondolom, hogy igen, de nem kerülik el. Azt mondja például a Példabeszélek könyve, hogy a 18. rész, 10. verse, erős torony az Úr neve, odafut az igaz, és védelmet talál. Erős torony az Úr neve, odafut az igaz, és védelmet talál. Miért fut oda az igaz Jézushoz, Istenhez? Hát azért, mert van mitől futnia. És mit tapasztal, ha odafut az Istenhez? Hogy védelmet fog találni. A viharok jönnek-mennek az életünkben. És lehet olyan, amiről beszél a hegyi beszédben is Jézus Krisztus, tetszenek tudni a példázatát a homokra épített házról és a sziklára épített házról. Ott arról szól, hogy van a bolond és van az okos ember. A buta ember az homokra épített a házat, és mikor jöttek a viharok, neki csapódtak a ház falának, dúltak a hullámok, fújt a szél, eldőlt a háznak a fala. A másik ember, a bölcs ember a sziklára épített, és ugyancsak úgy jöttek, neki csapódtak a ház falának a hullámok, dúlt a szél, de nem dőlt össze. Értjük, testvérek? Mind a két ember életében jött a vihar. Neki ment életének a hullám, csapdostak a hullámok, de az a ház nem dőlt össze, amely Jézus Krisztussal volt építve. Én azt kívánom magamnak, a testvéreknek, és mindazoknak, akik követnek bennünket, hogy
Valóban, a szó legszorosabb értelmében. Építsük a sziklára Jézus Krisztusra az életünket. Hadd búcsúzzak ezzel az igével, amit Judás apostol fogalmaz meg, csodálatos kívánság. Azt mondja Judás, annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fethetetlenségben, újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fennség, erő és hatalom, öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Thank you.